Kívülről is szép és sportos az épület. Másfél év alatt épül fel az ország első honvédelmi sportközpontja. Nagy öröm az nekünk, hogy az első honvédelmi sportközpont új fejeton kerül átadásra. Nagyon régen vártuk már ezt a pillanatot, hiszen egy több éves fejlesztés eredménye, hogy a mai napon itt állhatunk. Én úgy gondolom, hogy ez jó hírét viszi a városunknak ez is, és bízom benne, hogy nagyon sok helyi és környékbeli fiatal és régóta fiatal ember fogja majd tudni használni. Kettő! Egy elképzelt támadó lefegyverzését is megmutatták honvédelmi középiskolások a sportközpont átadóján. A létesítményben a küzdősportokat is gyakorolhatják. Az olimpiai ezüstérmes birkózó Lőrinc Viktor úgy látja, saját sportágának népszerűsítésében is fontos szerepet játszanak a sportközpontok. Nagyon fontos bázisa lesz az ország területén, ahol létre fognak jönnek ilyen intézmények. Azt kell, hogy mondjam, minden igényt kielégítenek, és minden körülmény adott lesz ahhoz, hogy egy sikeres úton el tudjanak indulni a fiatalok. Nagyon jó volt látni ezt, hogy már ilyen elkötelezettek és ilyen határozottan, ilyen céltudatosan készülnek a pályájukra, mindamellett tudnak majd sportolni. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy a következő bázisok is hamarosan, hogy hallhattuk, el fognak készülni, és büszke vagyok rá, hogy az én sportágamat is itt tudtam képviselni, és hogy majd bővíteni fogják a sportágakat, hogy minél többen tudják ezt majd folytatni, úgyhogy én nagyon örülök neki, és bízom benne, hogy ez egy sikeres oktatás lesz. A lövészetet is gyakorolhatják a fiatalok a most átadott létesítményben. A Szabolcs megyei embereket az országban úgy ismerik, hogy tetrekész, erős, testalkatú és fegyelmezett emberek. Legalábbis én ezt tapasztaltam, akárhány laktanyába látogattam el, mindig a parancsnokok jó véleménye voltak a szabolcsi fiatalokról, gyerekekről. Én úgy gondolom, hogy Szabolcs megyében nem hiába jött ez a lehetőség. Inkább úgy fogalmaznék, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ilyen formán megérdemli azt, hogy első legyen a honvédelmi sportközpontok kialakítása tekintetében. Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke azt mondta, az a cél, hogy minden megyében, majd minden járásban is épüljön hasonló központ. Arról szól, hogy minden megyében, aztán később minden járásban legyenek honvédelmi sportközpontok, ahol a fiataljaink egyfajta olyan többlet képességekre tudnak szert tenni, amely a honvédséghez, a katonai sportokhoz közel áll, a sportlövészet, ebben elsőrendű küzdősportok és a különböző technikai sportok. Nyilván a helyi igények figyelembevételével történik mindez, és a Honvédelmi Sportszövetség, amely szintén még annak idején létrehoztunk, az üzemeltetője és a működtetője lesz majd ezeknek a létesítményeknek. És bízom benne, hogy nagyon sok versenyt tudunk majd szervezni, akár sportlövészetben, de akár küzdősportokban is, és ez az utánpótlás nevelést is segíti, tehát a sportlövészetben is, öttusában, akár a judóban, birkózásban és bármilyen más küzdősportban is helyi értékeket tud felfedezni és fölkarolni ez az intézmény hálózat. Az átadón részt vett Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes. A politikus azt mondta, kulcsfontosságú a fiatalok hazaszeretetre nevelése. Akkor tudja egy nemzet megvédeni magát, hogyha egyfelől megvan benne a hazafiság, hogy egy olyan értékgazdagság a magyar nyelv, a magyar kultúra, a magyar történelem, a magyar észjárás, Magyarország, ami érdemes arra, hogy megvédjük. A másik pedig, hogy megfelelő eszközeink legyenek, ezért kell a fizikai adottság, a fizikai képesség és a katonai ismeret. És ezért ezeknek a honvédelmi központoknak óriási jelentősége, mert azok a fiatalok, akik késztetést, ikletet éreznek magukba arra, hogy ők esetleg katonai pályára, rendőri pályára menjenek, ami mások megvédéséről szól, akkor itt ezt megélhetik, és ha úgy alakul az életük, akkor akár az életüket tehetik rá hivatásként arra, hogy katonaként, rendőrként megvédjék a hazát, megvédjék a népüket, megvédjék azokat, akik nem tudják magukat megvédeni. Az országban elsőként Újfehérton adták át a honvédelmi sportközpontot. A következő hónapokban Balassagyarmaton, Baján, Szarvason és Szigetváron épül fel hasonló létesítmény, de további 11 helyszínen zajlanak előkészületek. Az újfehértói központ csaknem 900 millió forintból épült fel, amelyet a Honvédelmi Sportszövetség üzemeltet majd a jövőben.